Kedves biztonságjöveink, kapcsolják be hölgyeiket és uraikat, mert kezdünk. Jó estét kívánunk, ahogy hallhatták, ismét nem vagyok egyedül a montreáli verseny közvetítésében, mert itt van mellettem... Dragon Rider, igen, de nem tudom, hogy miért felejted el a nevemet így két másodperc alatt. Így. Hát azért kedves Dragon Rider, mert megtizedelődtünk. Igen. Megtizedelődtünk? Megtizedelődtünk. Na mindenki, jönnek ki a versenyzők az időmérőre, és hoppá, bámegy a koccanás! És úgy látszik, hogy megdobták az egyik autót, narancsárgó autó volt, ha jól láttam. Igen. Tehát úgy látszik, hogy egyik fog McLaren Honda egyik autója. És kezdődött. Keresen. Láthatjuk, hogy fejen 92! Eróz volt, ha Eróz, a fejen 92 Eróz autója. Igen. Hát, gyerekek, keverem a színeket, a számokat, a csapat meg... És eltűnt! Eltűnt! Ajja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 jj
jaj, hogy ott a safety kárja, az is eltűnt be. Ó, mit nézünk már. Na, Illuminati itt járt, úgy látszik. Igen. Nézzük meg. Így van. És itt mennek még, ez még nagyon... Hoppa, és ott cikrázik valami, mintha valami meghibásodás lenne. Igen. De úgy látszik, hogy mehet tovább, itt a Ferrari. Közben most kaptuk az információt, hogy előbb egy meghibásodás történt, mert az egyik kocsiban nincsen motor. Hoppali. És kérem szépen, Schumachert láthatjuk, hogy tökéletesen veszi be a kanyart. Igen, ideális íveket használ! És fején 92-t ismét láthatjuk, ahogy neki vág az ujja a gyors körének. Igen, megpróbálja, valahogy sikerül neki! Dűkösen, de beveszi az első kanyart, és a második sem okoz akadályt neki. Igen, ezért valószínűleg a harmadik lesz az akadály, mert tudjuk, a három a magyar igazság. De nem, és még mindig. Még mindig nagyon jól tolja, ez már nagyon gyanús, itt már felmerül az AI kontroll lehetősége is. Hát ugyan már fiam, hát nem tudod megkülönböztetni a skillt a cheateléstől, hát látod, hihetetlen vagy. Vagy hihetetlen vagy, hogy így a cheateléstől vállalod azt, aki skilles, hát tiszta cségó már. Hát és ez nézd, az itt... Vérrelök! Megcsinálja! Nem hiszem el! És agresszíven félrelökte, kérem szépen. Igen, ott már nagyon szoros, most már egymás segélynek szagolásában már annyira jó vannak, hogy... Hihetetlen, hát nem hihetetlen. Tudják megkülönböztetni. Nem tudják megkülönböztetni, hogy melyik szak ki. Így van. Hihetetlen. Igen, közben látjuk, hogy most már jönnek ketten is hátulról, be akarnak csatlakozni az orgiába. Ajajajajajaj. Igen, de úgy látszik, hogy az Eros pilótaja nem engedi ezt. Így van. N92 mindig az élen, és ott hátul történt valami, kérem valami... szépen. Ott valaki elvesztett valamit. Valaki elvesztette a szüzes... Nem. Helyett valami szárnyat, vagy ilyesmit, de nem látjuk most. Igen, valami és... történt, ugyanis... Uh-huh. Pánisz vagy, akinek a neve mindössze csak egy E betűtől van egy csúnya dologtól. Ki a boxból, úgyhogy úgy látszik, hogy szereltek valamit. Nem, az első szárnya, úgy kérem szépen hiányzik az első szárnya valami. Igen. Történetet lehet, hogy ő volt az, aki elhagyott valamit ott hátul. Lehetséges, elhagyta az utolsó túró Rudiát. A nadrágjából is. Na, akkor nézzük Michael Schumachert, aki igyekszik ebben... kufizmussal bevenni a kanyarokat. Igen, és nem sokára pedig kapcsolja a sípályákat is. Így van. Na nézzük, vajon sikerül-e? Vajon sikerül-e a gyorsköre? Így van, és kérem szépen tökéletesen veszi be a kanyarokat. Hát, de már adja, egyszer olyan szoros a verseny, el se hiszük. Hát szorosra, mint a Bering szoros. Így van, és látjuk, hogy nagyon nem sok, egyszerűen hihetetlen mennyire egymáson vannak. Hát tiszta, hát már orgia parti van ott a középen, ott kérem szépen. Hihetetlen, ott a kék és a piros, meg ott egy fehér. Ám is tudom, már csak egy zöld autó hiányzik, és akkor teljes az élvezet. És úgy látszik, a törmeléket nem sikerült eltakarítani. Ó, hívjunk már gyorsan egy safety car, mert itt már valami baj lesz. Na.
Hát ez az, nem hívja ebbe a safety kertbe. Közben a mérdököktől is kapunk információkat. Igen, és fején 92-je leggyorsabb kör, utána Rapido, M. Schumacher, az Mihály Schumacher, végül Dávid. Nagyon szorosan verseny egyébként, 10 másodperceken múlik tényleg. Na és közben arról volt szó, hogy hallhatjuk a mérnökök rádiójából, hogy hamarosan kerékcsere fog következni. Igen, így van. Főleg annak, akinek nincs ki a négy kereke. Igen. Annak hatot fognak adni, és ott van Fisichella! Hát, Erzsébet kollégám, gyakorolni kéne azt az angolt. Aki azért mondtam így ki, mert valószínűleg halat eszik ebédre. Ha már Kimi vodkázik, Fisichella halazik. Igen, de úgy látszik, hogy Fisichellának nem megy olyan tökéletesen az a kanyarbevétel, mint hát neki az ideális hívek nagyon messze vannak. Valószínűleg majd a télapótól kap egyet karácsonyra. Igen, kicsit kilógott a két jobb szélső két kerék kilógott ugye a fűre. És itt már láthatjuk, hogy rizikósan vezetett. Tized másodpercek vannak mindössze csak. Tized másodpercek! És kérem szépen, a két Eroszt láthatjuk egymás után. Igen. Erosz Ramazzotti büszke lenne magára. Mert aki nem tudná, ő szponzorálja a Ferrarit. Hát ennek aztán sok értelme volt, barátom. Így van. Hát fontos volt megosztani ezt mindenkivel. Azt hiszem meghívhatnál egy sörre Gyula utána, mert... Hát nem is tudom. Hát először inkább Szújóval akarjuk ezt lebeszélni. A következő közös kommentálás után majd utána is sorra kerülhet. Sajnos Zolinak más elfoglalatságokat, ugyanis egy erotikus képet szeretne rendelni kedvenc versenyzőjéről, aki ezt megtalálta, és kicsúszott, hihetetlen, kicsúszott! Aj, mit történnek még itt? Kicsúszott, fején 92, kicsúszott, és letörölt valami ottan. Valami súlyosból esett történet. Vajon sikerül visszatérnie? Vajon? De a csapattárs Rapido ugyanúgy veszi be szépen a kanyarokat és megy előre, megmenti a csapat becsületét. Igen. Profizmusra veszi be a kanyarokat. Ezzel azt üzenve, hogy az Eroz bár megtört egy picit, de még nem győzetett le. Így van. Megtörtek, de még mindig nagy... Nézzük meg! Szó szerint igen, fején 92 volt, hogy megtört egy picit. Mi nem de nem baj, mert a pillanatragasztó mindjárt csodákat tesz. Így van. Folytatja a versenyt. Így van, pedig... ragasztani rá, biztos ragasztják rá a letölt keneket szépen és megvan oldva, ilyen egyszerű, így van. Vagy pedig, ha más nem, akkor teszek rá egy galamszárnyat. Úgy hallottuk, hogy most már az is engedélyezett. Így van. És szikránkat hányozott, hoppa, és megdobta kérem szépen a rázókör. Megdobták egy gumibanánnal! Így van. Mi történik? Még mindig második helyen Rapido. Ő nagyon megszerette ezt a második helyet. Mostattól kezdve... Kevesebb, mint két perc maradt. Mostattól kezdve ő már Silver Rapido lesz a következő versenytől fogva. Igen, de fején 92 ideje még mindig a legeslegelső. Igen. Nagyon sikerülni fog a csapattársnak megelőznie. Közben láthatjuk a többieknél is, hogy Dávid valószínűleg nagyon leszakad majd a rajtnál. És Button kiáll, még időt nem ment, furcsa ez, nagyon furcsa igen. Ez. Hiszen de már egy jó ideje megy a kvalifikáció. De már gombokat cserélt, azt már tudjuk. Szóval... Valószínűleg most már neki kocsit kell cserélnie, úgyhogy hát a Force Indiához kéne átmenni. Ugye reméljük, hogy azért egy időt sikerül mennie, különben elég nagy bajok lesznek a versenynél. Hát, igen, ebből nem lesz Sauber szerződés. Erőlködik Button. Megpróbálja behozni a lemaradását, ami eléggé nagy, megjegyzem. Hát igen, akkora nagy, hogy fú. Nem baj, szurkoljunk neki! Menni fog ez! Na hát, ha összehozza, nézzük, hogyan veszi be a kanyarokat. Úgy látszik, hogy sikerül egy
kicsit tartani a kontrollt az autó felett. Így van. De még mindig lassúnak tűnik sajnos. És elképzelhető, hogy lejár az idő. A DRS is aktív és... Elképzelhető, hogy lejár az idő, mielőtt beér, de hát ha behozza ezt a hátrányt. Nehéz lesz, de hát ha behozza. Ha pedig lehetséges, hogy ő már akkor fog beérni, mikor az összes többiek már aludnak. Így van. No, de nem baj. És az első mérkőre, kérem szépen. Igen. 5 másodperc maradt. Nézzük. Ebből nem lesz semmi. És hát nem. Hát sajnálom. Hát kedves Jason barátom. Menjél vissza inkább a gombgyárba tankolni. Igen, a gombocskám úgy látszik, hogy nem sikerült ingrevarni téged most a mai napon. Így van. Fejen de cserébe levarjuk őt. Fejen 92-22,810 századra. 220 km per óra volt az átlagsebesség, hihetetlen. Hihetetlen, és... ő már tényleg 220 felett van. Igen, és elrepült a valóságtól, tehát. Hát igen, már tudjuk azt, igen. Hogy... Átértékeli magában a valóságot. Most már 220 km per óra. Na nézzük. Vajon sikerül-e? Mekkora igen. Lemaradással? Igen, tulajdonképpen... Még végmeheti ezt a kört, de ebből már nem lesz szép idő. Ebből nem lesz már futamgyőzelem, ebből igazából. Majd a következő versenyen egy diszkvalifikálás még összejöhet neki. Hát, no, hát ha nem tudunk hajtani a jó helyezésre, akkor hajtsunk a büntetésre, arra könnyebb, így van. Így van, az sokkal könnyebb. Igen, és kérem szépen, csak beért végül. Úristen! Egy perc, 21 másodperces idővel, kicsit 437 század a vége. Hát, következő verseny... Már nem tudom, le se fog indulni. És kérem szépen Frentzen 3 helyen előtte. Benézzük őt, meg valaki kiállt a boxból is. Montoya. Montoya kiállt a BMW Williams-szel. Így van. 13. hely. Úgy látszik, hogy megpróbálkozik. Mert valaki hirtelen... És kérem szépen a végeredményeket... Kialakultak. Fejen 92, Rapido, Fizikella, M. Schumacher és Dávid az 5. helyen. Hát... Ebből nem lesz kakaós. Így van. Hogy... Button 14-ként tért be. Alesi, Barrichello, Panis, Trulli, Häkkinennek nincs is mért ideje. Raikkonen... És rengetegen maradtak le a mért időről, legalább 4 pilóta. Hát... Hihetetlen. Egyszerűen ezeknek nem a Forma 1-ben van a helyük, hanem a gokárt pályákon kész. Ja, így van. Köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt. Igen, köszönjük. Legközelebb is kapcsolják be hölgyeiket és uraikat, biztonsági öveink. A viszontlátásra. Köszönöm a kommentálást. A viszontlányásra.